Nem érkeztek üres kézzel a kéményseprők, az újévi jókívánságok mellé ajándékot is hoztak a vármegye vezetőinek. A különleges évkezdés több mint 30 éve hagyomány az intézményben. A Babona szerint ugyanis a kéményseprők az év első napján egész évre kitartó szerencsét hozhatnak. A régi időkben, amikor még kevesebb kéményseprő járt a megyét, akkor ritkaság számba ment, hogyha találkozott valaki egy kéményseprővel, és szerencsét azért hozhatott, mert akkor kisöpelte a kéményt, és kevesebb esélye gyulladt ki a ház, vagy kaptak szénmonoxid mérgezést. Ez pedig már a kocintás. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, idén új szervezeti felépítésben kezdik a munkát a vármegyei önkormányzat munkatársai. Ez újdonság, ilyen még nem volt a kormányhivatallal közösen egy minisztériumhoz, közigazgatási minisztériumhoz tartozunk, a települési önkormányzatokkal együtt, ami ez a területfejlesztési portfólió is oda került, nagy izgalommal és meglepetésekkel, vagy várakozással tekintünk erre a szervezeti változásra. Azt gondolom, hogy szerencsés egybeesés, hogy a kormányhivatal és az önkormányzati rendszer egy minisztériumhoz tartozik, hiszen így tudjuk támogatni egymást, építeni egymás erősségeire. Az is elhangzott. Kihívásokban gazdag év kezdődik a közigazgatásban dolgozók számára. 2024 ez izgalmas év lesz a közigazgatás számára. Egyrészt azért, mert tudjuk azt, hogy 2024-ben önkormányzati európai parlamenti, illetve kisebbségi önkormányzati választások is lesznek. Itt a választási feladatok közül a kormányhivatal részéről én a választási informatika működtetését emelném ki, amivel kiszolgáljuk a területi, illetve a helyi választási irodáknak a szakmai tevékenységét. A kéményseprők tevékenységét mindenkorban Babona övezte. Ez elsősorban annak tulajdonítható, hogy munkájuknak köszönhetően megelőzhetővé vált a tűzokozta tragédiák egy része. A hiedelem szerint, ha valaki kéményseprőt lát és megfogja ruhája harmadik gombját, akkor garantáltan szerencsés lesz.